csoportos mérkőzés az mindig nagyon nehéz. Természetesen nem örültünk neki, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tanulni egy ilyen mérkőzésből. Mindent megtettünk, és egy nagyon kiélezett mérkőzés volt, ami bizonyítja azt is, hogy a végjátékban dőlt el az utolsó másodpercekben. De nem szabad beleragadni egy ilyen mérkőzésbe sem, hanem koncentrálni kell az előttünk állókra. Úgyhogy ezt tesszük, levontuk azokat a következtetéseket, amiket le kell vonni, és nyilván tanultunk is belőle, de már ezt magunk mögött hagytuk, és csak előre tekintünk. Hát ez egy igazi kijelzési rangadónak indult, és hát úgy is ült el, tényleg a végletekig élezett mérkőzésre volt szó, és hát sajnálatosan azért, hogy egy egygólos vereségnél azért nagyon rossz szájízzel gondolunk még most is vissza erre a mérkőzésre. Nem tudom mit csinálni, mert kell tovább, aztán nem lehet. Jött az a két hét, rendezték a sorokat, voltak apróbb sérülések, a játékosoknál kisebb betegségek. Ez a két hét pont elég volt arra, hogy mindenki meggyógyuljon, és egy picit tudjunk azért felkészülni fizikálisan is, és ugyanúgy akár taktikailag is az új mérkőzésre. Nagyon készülünk a mérkőzésre, hiszen egy nagyon kemény, nagyon nehéz mérkőzés lesz, egy nagyon jó csapat otthonában, de azt gondolom, hogy senki ezt nem megyünk feltartott kézzel. Minden meg fogunk tenni azért, hogy jó mérkőzést játszunk, és jól játszhassunk. Természetesen nem lesz egyszerű, de erre fog is készülni. Így a pihenő időszakban, a felkészülés időszakban megpróbáltunk minél több hiányosságunkat, vagy gyengeségünket kijavítani, és az erősségeinkre még ráerősíteni egy picikét, ha lehet. A Füredre ugyanúgy készülünk, mint az összes többi meccsre eddig. Remélhetőleg taktikailag megtaláljuk majd azt a pontot, amit ellenük lehet alkalmazni. Nagyon kevés gyenge pontja van a Fürednek. Természetesen akkor van esélyünk, hogyha a több jó egyéni teljesítmény a csapatunkban. Azt gondolom, hogy mindenkinek közel a tökéleteshez kell játszani egy ilyen mérkőzésen, hogy már pontokra vagy pontra legyen esélyünk. Természetesen ez a célunk, és fogjuk megvalósítani a lehetőségeket.